Lényeg, amit akarok mondani, hogy a Kissinger ezt az ajánlatot tette. Tehát nem akárki. Erre mit mond az amerikai külügyminisztérium és a fehérház? Kissinger magánér, magánemberként szólalt meg. E, ilyet mond. Ő egy magánember, nem számít. Természetesen Zelenszki, ez a amatőr politikus, mert ő, mert ő az ő hivatása, hogy ő komikus színész. Hát ahhoz ért. De a valódi, okos, bölcs politika csináláshoz, ahhoz nem ért. Tud, tud, tud nagy dumáka. ami színészet a politikából azt tudja. De ami az igazi lényege a politikának, azt nem tudja. Nem is ért hozzá. Követi azokat a parancsokat, amiket Washingtonból az államok feletti hatalomtól szól, megnevezem ezt az állami hatalmat. Ez a nemzetközi dollár oligarchia, amelynek van egy nagyon képzett, mint egy száz rendkívül képzett emberből álló atrösztje, amelyik viszont talmudista, kabbalista, és egy réte, része sátánista. És aki ilyet mond, arra nem azt mondják, hogy ez igaz vagy nem igaz, hanem azt mondják, hogy antiszemita. Miért lennék én antiszemita, ha nem mondok igazat, tessék bebizonyítani, hogy én tévedek. És akkor bocsánatot fogok térni, kérni a tévedésemért. De én nagyon alaposan utána néztem annak, hogy ne tévedjek. Úgyhogy nehéz dolga lesz annak, aki ki akarja mutatni, hogy én tévedek, amikor én ilyen kijelentést teszek. Mert nagyon sok munka fekszik a mögött, hogy ilyet én merészeljek kimondani. Na most menjünk tovább. Kissinger javaslatát tehát elutasította Washington, elutasította, elutasította e, e, a, a de mit mondanak a hozzáértők? A hozzáértők közül sokan azt mondják, hogy nem jött még el, még az idő nem jött el a tárgyalások. Ez téved a Kissinger, még nem jött el az az idő, hogy le kell ülni a tárgyalóasztalhoz. Mások megerősítik kissinger hogy ezért meg ezért eljött az idő. És az orosz vezetés egyelőre még nem nyilatkozott hivatalosan, de lehet sejteni, hogy kész lenne a tárgyalásokra. És ezt jelezte akkor, amikor meghirdette az ortodox karácsony alkalmából az ukrán pravoszláb ortodoxoknak, hogy legalább a karácsonyi ünnepekre tegyük le a fegyvert. És ez Zelenszkij Ukrajna nem ukrán elnöke, ezt hangsúlyozzuk. elutasította. Mert ha valódi ő, ortodox ukrán lett volna, hát akkor kérdés, hogy elutasítja-e. Tehát ott tart ma a világ, hogy az orosz vezetés vezérkar elnök. Azt kutatja, hogy miért van 20 US B61, tehát B61 nukleáris fegyver, nukleáris eh, eh, gravitációs bombázó. Miért van Bühel városában? Mit akarnak vele? Miért? És természetesen, ha nagyon megszorítják, mert ugye Ukrajna már lég tűzszünetet kért volna, mint a jót is ilyen próbálkozás, de amikor jött Washingtonból az utasítás, hogy a háború hosszú lesz, hogy adjuk a pénzt, adjuk a, adjuk a fegyvereket, adjuk a kiképzést hozzá, és, és, és minden egyéb segítséget. Adjuk a menekültek befogadását, mindent adunk. De folytatni kell a háborút. Úgyhogy elképzelhető, hogy Oroszországot úgy megszorítják, hogy átnyomják a háborút orosz területre. Na most kérdem én, mert ugye, ha, ha idejön a, az Egyesült Államok és Európa összes modern fegyvere Oroszországhoz. Hát lehet fölényt kialakítani. És akkor milyen? Hogy védekezik? való, hogy a, 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 a szárazföldi hadereje nem nukleáris, hanem hadományos hadereje nem képes előáll, elő, előállítani a határok megvédését, akkor elképzelhető, hogy rá kényszerül olyan taktikai nukleáris fegyverek bevetésére, nem beszéltem még róla, amelyeket Amerika Irakba bevetett az öbölháború idején. Az bevetett. Kísérletiek voltak, nem, nem olyan e, e, látványosak, mert elsősorban olyan fegyvereket vetett be, olyan elektron, tehát nem, nem kifejezetten nukleáris fegyvert vetett be, de hanem olyan, olyan kibernetikai, elektronikai, de nukleáris vonatkozású fegyvereket, ami, Amiket rázúdítottak a, az, a, a, az irjökök hadseregre, és a, a katonák teljesen megzavarodtak, és, és, és harc, harcképtelené váltak. Ezt én a Szabad Európa rádióból tudom, mert hiszen én Párizsból tudósítottam, amikor az volt, Párizsban voltam akkor tudósító, és, és láttam, hogy, hogy, amikor készült az iraki háború, akkor, hogy mi volt Párizsban. Jó, hogy január volt, február volt. Nagyon hideg volt. mínusz húsz fölött Párizs. Párizs. És rettenetesen rossz folytott hangulat, és különösen az arabok körében. Ezt megtapasztaltam, mert többfelé jártam. És és féltek Franciaországban, hogy ilyen polgárháborús dolgok történhetnek, mert hogy arabok lesznek megtávadva a nyugat által. Tehát nagy félelem uralkodott. Hála Isten nem, nem következett be. És, de én az információkat ugye összeszedtem, mert én arról készítettem akkor még háborút, hogy van-e igazságos háború, vagy nincs. És persze, mit hoztam ki akkor, hogy ez egy igazságos háború. Hm. Most már nem mondanám. De, jó, de hogy hoztam ki? Mentem, ilyen szakértőz, olyan szakértőz. És akkor nekem levezették, hogy ezért meg azért igazságos. Most már vezethetnék. Mert miért volt igazságos az öbölháború? Hát nem volt igazságos. Hát miért kellett, ugye, mert akkor még abba adta a felénél, abba öreg busz kiment. És ugye kellett még egy háború, azt már a fia csinálta. És a strausztáknak a, a, a forgatókönyvei alapján. Na most kimondtam azt a straussisták. Ezt muszáj jobban megvilágítani, hogy Miről is van szó? megikről is van szó? A strauszisták az az agytröszt, amiről az előbb mondtam, hogy a nemzetközi dollár oligarchiának van egy államok feletti agytrösztje, körülbelül száz rendkívül művelt, képzett ember, akik azért strauszisták, mert nem mindenki, de a túlnyomó többségük, Leo Strauss, német zsidó származású, csikágoi filozófiai povasszónak voltak a magántanítványai. Tehát nem a hivatalosan is a tanítványai voltak, de ezek külön még a lakásán is a tanítványok voltak. És ezek azok, akik akik ezt a bizonyos Odehínon tervet, ami 1982-be pészült, ez az Oded Odehínon, ez lényegében egy, 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 egy moszatt szakértő volt, hírszerző volt, neves újságíró volt, szóval nagy ember volt. És ő írta le, egy hosszabb tanulmányba, hogy hogyan lehet Izrael biztonságát szavatolni. Na igen ám, de jöttek a strauszisták, akik alakítottak egy társaságot, egy atyröztet, elnevezték Project for a New American Century, tehát az új amerikai évszázadnak a projektje, és ezek már készítettek egy tanulmányt a, annak vagy Netanyahu-nak a részére, aki akkor lett először miniszterelnök, most öt-ötször, most is a miniszterelnök, de most már öt Nem, az, Ennek a tanulmánynak az volt a címe, hogy clean break, és biztosítani, tehát the security of the real, vagyis a térségnek, a és biztonságának a szavatolása. Ez 96-ot Ez az Odedinon terv végrehajtása. Átadták Netanyahu-nak. A Straussisták 1999-ben elkészítettek egy, egy a világtörténelmet szinte megrázó tervet, amelynek olyan szerény címe van, hogy Rebuilding America's Defenses, újra építeni Amerika védelmét. Csak hogy mi van ebbe benne? Ebbe régyegében az volt benne, hogy ők tudták, hogy az Izrael körüli államokat kisebb államokra alakítani, ezt csak Amerika tudja, de ehhez Amerikának olyan fegyveres erőre van szükség, amelyel most nem rendelkezik. Tehát elkészítették ezt a tervet, aminek mondom, Rebuilding America's Defense a címe. És ebbe van benne, hogy ahhoz, hogy ez sikeres legyen, szükség van egy New Pearl Harborra, amely a 21. század Pearl lesz, ahogy azt a naplójába beírta, dubia Bush, vagyis az ifjú bus. Mert mi is lett ez a Pearl Harbor? Hát ez volt, amit mi úgy tudunk, hogy megtámadták repülőgépek, a, tehát le, lehullott, összedőlt három felhőkarcoló. New Yorkban, abból ugye 200 kett, kettő száz felett, egy pedig hatvan körül. A kettőhez ment egy repülőgép, mondjuk a benzin mondjuk 800 fokkal él, de, de, de az, ami a épületeket tartotta, az, az 1200 800 zene nem megyünk neki. Na de tanulságos harmadik é, é, felőkarcoló, oda nem ment repülőgép, de szolidaritásból. Az is összedőlt, pontosan ugyanúgy, 10 másodperc alatt csak por maradt belőle. Úgyhogy nem törmelék, minden kivétel minden, olyan por, tehát olyan kicsi méretű porrá, tehát porszemekből álló porrá, finom porrá alakult át, ami csak akkor ö, következik be, ha egy épületet annak rendje, módja szerint, ahogy kell, fölrobbantanak. Az is lehet, hogy bizonyos ö, 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 nukleáris... Ö, eszközöket is esettek, használtak ezt, ezt, egyes, egyesek ezt bizonyítotnak velik, mondjuk hagyjuk, de mind szakszerűen lett felbomlaszt. Na, ez volt a Pearl Harbor. Erre hivatkozva aztán már, már szinte másnap megindult az az amerikai cseg Afganisztában kezdték. És aztán jött Iraki háború, aztán, aztán ugye Szíria, Szomália, ugye Líbia, szóval az egész dinon terv végrehajtása. Na most kik ezek a straussisták? Ezek a straussisták, cionisták. Igen, de milyen cionisták. Mert ugyanis, amiről nem beszélnek, és én tudom, hogy nagyon sok támadás fog élni, hogy én ezt elmondom. De kétféle cionizmus van. Vannak a cionisták. A, az mondjuk. Pontosan senki nem tudja, de mondjuk, hogy világszerte összesen összesítve 20 millió zsidó származású ember él. Ebből mondjuk 8 millió körül van, akik Amerikába, körülbelül ugyanennyi Izraelbe, a többi diaszporába. Na most, az Izraelbe élő, de az világszerte élő zsidóságnak is a 80 a az cionista. Mit akarnak a cionisták? A cionisták úgy, mint mi, magyarok, egy nemzetállamot akarnak. Azt akarják, hogy abban a nemzetállamban az ő jogszabályaik, az ő kultúrájuk, az ő vallásuk, az ő politikai rendszerük érvényesüljen is, az ő államuk legyen, és ők olyan nemzetállam legyenek, mint a többi. De mit akar a 20%? A revizionistacionisták. Azok ezzel nem érik be. Először is Izrael vonatkozásban is Erec-Izraelt akarják, vagyis Nagy-Izraelt, ami az Eufratesztől a, -a, a Nilusig terjedne de, de nem ez a fő céljuk. Az vő céljuk a világuralom. És ezt lehet azt mondani, hogy nem igaz. De ha megnézzük, hogy a strausszisták kikből állnak, akkor meg kell állapítanunk, hogy revizionista, cionistákból. Kik azok a strausszisták? Sokan nem is hallottak róluk, mert nem beszélnek róluk. Nos, ők ő, Jabotinszkinak a, a utódai, ő, ő indította útjára a két világháború között a revizionista cionizmust, amelynek a straussisták a követői. Na most, a revizionista cionizmus rendkívüli módon ö, befolyásolta többek között az Amerikában élő zsidó közösség, zsidó szervezeteknek a tevékenységét. De Izraelben is megvoltak a szövetségeseik. Mert ugyanis a az revizionista cionizmus megalapítója, Zéjev Jabotinsky, nagyon sokat dolgozott, sokat írt, és nagyon tevékeny volt. Szóval az ő személy titkára Netanyahu édesapja volt. Tehát Netanyahu is revizionistacionista. És amikor találkoztak a neokonzervatívok, akiknek egy része viszont Bronstein, tehát Lev Bronstein Trockinak az utóda volt, ezek szövetségre léptek, és ők készítették elé, szóval készítették elő, Netanyahu miniszt, akkor miniszterelnök, most ugye akkor először volt miniszterelnök, az ő számára készítették, tehát lényegében a, a Break for securing the realm, tehát angolul mondtam a címét. A, másik dolgozatot is neki készítették elő, aminek ugye az a címe, hogy Rebuilding America Defenses. Amiben, és az, tehát ezek után már, hogyha a New Pearl Harbor megtörtént, amit a kisbusz beír a nap, aznap, 2001. szeptember 11, a Dátánjáú miniszterelnök mit mond? Hogy ez hasznos Izrael számára, mármint ami a New Yorkban történt. Ezt mondja. Na, visszatérve a straussistákhoz, ezek a straussisták, tehát neokonzervatívok, revizionistacionisták, ezek egyesültek. Na most lényegében mindenki átvette a revizionista cionizmusnak azt a célját, hogy azt a hatalmat, amely a világ hatal, amely a világ hegemon hatalma, vagyis amelyik a világ legnagyobb hatalma azt az ugyancsak közéjük tartozó nemzetközi dollár oligarchia és az ő szellemi közössége irányítsa. Vagyis, hogy a straussisták gyakorolják a hatalmat. Csakhoz a straussista hatalomnak Hát nem engedelmeskedett Oroszország. Nem engedelmeskedett Kína. És ez azt jelentette, hogy ő neki rendet, rendet kell teremteni a házatáján, mert különben megszűnik világhágemon lenni. És ezt még megfejeli az is, amiről szintén nem beszélnek, hogy az a hatalom, am, amelynek a segítségével ők a, a világ urai lehettek, az pontosan az ő uralmuk miatt az, az ipari termelő kapitalizmusról áttért a pénz, pénzkapitalizmus rendszerére amelynek a lényege, hogy minden úgy kell alakítani, hogy járadékos legyen. Vagyis munka nélkül hozza a sok pénzt. És ezt a rendszert létrehozták. De ez egy parazita rendszer, és hanyatlóba van. Miért van hanyatlóba? Hát azért, mert a pénze az teljesen fedezetlen pénz, ugye 1900 71. augusztus 15-e óta, és, és ma már papírformát se ölt, hanem csak elektronikus jel, és ez az elektronikus jel még ma is a világ nagy részében a, a hegemon uralom alatt álló. Nyugati világ nagy részében ez látja el a, a tartalék valuta és a világkereskedelem közvetítő valutájának a funkcióját. Igen, ám, de ez azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok nagy mértékben eladósodik, mert ő adja a pénzt, ez a pénz szétterjed a hegemóniája alatt álló világban, ott részt vesz a termelésben, a termelés eredményeként van profit, annak egy része visszamegy a fedezetlen kölcsönért, mármint fedezett Adósságcsökkentés és fedezett adó, de még mindig ott megmarad rengeteg dollár, amiből kellene vásárolni. Például az Egyesült Államoknak, hogy a pénze tartsa az értékét. De nincs mit vásárolni. Amit vásárolni lehet, ami föl van kínálva, az kincstárjegy és államkötvény. Na most az Egyesült Államoknak kincstárjegybe és államkötvénybe adóssága, mert ez ugye adósság, akkora adóssága van, ami az egész világ össztermelésének a felét teszi ki. Na most ezt a pénzt, ezt soha nem lehet visszafizetni. És az Egyesült Államok és annak Straussista vezetése nyíltan meg is mondja, hogy ez a pénz soha nem lesz visszafizetve. Ez azt jelenti, hogy ez a rendszer, ha így módon akarja hosszú távon fenntartani magát, nem versenyképes a Kínában kibontakozott és nagyra nőtt ipari kapitalizmussal. Mert ott, mert ott nincs pént kapitalizmus. Termelő van, és az egy teljesen más rendszer. Most nem megyek bele a részleteibe, egy más rendszer. És az Egyesült Államok akkor lett nagy, amikor az Egyesült Államokban is ipari kapitalizmus volt az első világháborúig. És Németország is úgy lett nagy a Egyesülés után először 1871-ben, amikor létrejött az egy, hogy ipari kapitalizmus volt benne. Aztán már látjuk, hogy más. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ez a rendszer, akárhogy is vesszük, úgy tűnik, hogy hosszú távon nem versenyképes, és ezért rendkívüli erőfeszítéseket tesz katonai és egyéb erőfeszítéseket, mert ma övé a világ legnagyobb hadserege, mert ma övé a legnagyobb hadiköltségvetés, tehát sokkal lényegesen nagyobb, mint, mint, mint a, a, a világ többi országai. És úgy döntött, hogy katonailag is leállítja Oroszországnak a talprálását is, és Kínát is. Tehát katonailag is. Na most ilyen megvilágításban az ukrán-orosz konfliktus az már teljesen. Más ö, ö, megvilágítást nyer. Na most néhány szót még akarok szólni a strauss egyik vezető ideológja, Több is van. Ezt úgy hívják, hogy Robert Kagan, aki több könyvet is írt, de gyakran ír cikket a Fari is. Én a Faradj Neffersből olvastam el né néhány írását, és ebből egy egyértelműen kiderül, hogy ő, ő eddig realista strauszistának tartotta magát, de most már nem tudja vállalni a reál mert az ellene szólna, hanem csak állandóan lovagolnak a liberalizmuson, és az individualizmuson. És, és úgy gondolják, hogy a liberalizmusnál nincs jobb rendszer, nem is lehet kitalálni. Mert a liberalizmus ugyan azt jelenti, hogy minde, a világ minden országa második szinten van, és engedelmeskedik a hegemon hatalomnak, viszont a hegemon hatalomtól liberális szabadságot kap. És mivel van egy ilyen hegemon hatalom, nincsenek helyi háborúk, mert a hegemon hatalom azt nem engedi meg. És miért ez a hegemon hatalom megszűne? Egy sor helyi háborúra konfliktusra, az jobb. Tehát mindent meg kell tenni, hogy az Egyesült Államok, megtarthassa Hegemon szerepét, és ne lehessen olyan ország, amely nem fogadja el a Washingtonból érkező utasítást, és amelyik azt követeli, hogy többpólusú, kétpólusú vagy több pólusú világrend legyen. Mert a világnak az a liberalizmus a legjobb, amelyet a, a liberális világhegemóniát gyakorló, hát amerikai hatalom ernyője alatt élveznek. Mi európaiak, csak akkor nyerjük vissza cselekvőképességünket, hogyha az Egyesült Államok katonai erejét eltávolítjuk Eur Európából, és létrehozzuk a saját független európai eh, katonai szövetséget amely Amerikával tarthatva jó viszonyt, de nem lehet alárendelve Amerikának. És egy ilyen katonai szövetség, amelynek lehet egy ugyancsak az amerikai pénzhatalomtól független európai pénzrendszer és gazdasági és, rend, pénzügyi és gazdasági rend, lehetne a gazdasági támasza, az nagyon termékeny módon tudna együttműködni azzal az Oroszországgal, amely az Európában meglévő nagy technológiai tudáshoz tudná nyújtani az olcsó energiahordozókat és nyersanyagokat. Na a világ hatalmat gyakorló pénzoligarja és ennek az, eh, halhatalmi irányított csoportja, a straussisták ezt nem akarják. És ezért nekik szükségük van arra, hogy ez a ukrán-orosz háború folytatódjék. De itt most kérdés az, hogy Tud-e úgy folytatódni, már most a világ hegemon részéről, hogy benyomuljon Oroszországba? Mert ha benyomul Oroszországba, akkor annyira kibővül a háború, és elképzelhető, hogy, hogy az orosz vezetés rászánja magát, hogy nukleáris taszt, Taktikai fegyverekhez gyújt, De ha ez megtörténik, ez egy nagyon jó ürügy arra, hogy egy általános nukleáris háború ügyön, unduljon ellene, amit úgy kívánnak megnyerni, hogy a nukleáris fegyverrendszereket irányító kibernetikus rendszereket, Többek között műholdakról, tehát a kozmoszból megbénítják, hogy azok haszna vehetetlenek legyenek. Ne lehessen ellentámadást eszközölni. Tehát itt, itt állunk most. Kinek kell igazat adni? Én azt mondom, hogy hallgassunk a jó öreg Kissingerre, Mert az a Megoldás, reális és megvalósítható, amit ő letett az asztalra. Ez az én véleményem, és én úgy gondolom, hogy mindenki, aki ezt a beszélgetést hallott, hallgatta abban érdekelt, hogy legyen végre ismét béke és ismét eh, 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 egymásért önmag, önmagunkat és államok szintjén is egymást segítve létezhessünk végre. <Szorítan>